Az utóbbi időben nem szokatlan, hogy a rendőrkapitányság épületét gyerekzsivaj töltse be. Kovács László kapitány ugyanis fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerjék, mivel is foglalkoznak a rendőrei. A rendőrségen 4 helyszínen különféle programokkal várták az iskolásokat a múlt héten is. Van egy repertoárunk, amit nagyjából kialakítottunk, és mi úgy gondoljuk, hogy ezzel mindenféleképpen érdemes foglalkozni. Eljönnek a gyerekek, egy pici bepillantást látnak a mindennapjainkba, egyrészt körbejárják a házat, látják, hogy ez nem egy elvarázsolt kastély, és emberek dolgoznak, jönnek, mennek, úgyhogy ez nagyon jó. Fel tudják fedezni, hogy vannak egyenruhás rendőrök, meg vannak civil ruhás rendőrök, rá is kérdeznek egyébként, mert akik most várunk, ők már második osztályosok, tehát ők már rá is kérdeznek, hogy ez pontosan miért van. Megnézhetnek bizonyos eszközöket, olyan eszközöket, amelyek nem veszélyesek, de egy picit azért búra alatt vannak, azért bárki nem férhet hozzá, itt meg lehet emelni egy nagy pajzsot, föl lehet próbálni egy sisakot, ki lehet próbálni, hogy milyen az, amikor ilyen beöltözve sétálgat valaki egy folyosón. A közlekedési kollégáim szerveztek nekik mindenféle programot, felállítottuk a tanpályánkat, ott tegnap is és a mai napon is kerékpározni fognak a gyermekek, amit nagyon-nagyon szeretnek. Új elemként most már tavasz óta használjuk a sebességmérő készüléket egy ilyen kis alternatív megoldással is. Tegnapi napon 21 km/h volt a leggyorsabb gyerkőc, egy nagy magas fiú, de volt egy egészen apró kislány, aki viszont 20-szal futott, és ő is nagyon büszke volt rá, mondjuk neki a légellenási tényezői jobbak voltak, mint a fiúnak. Illetve van egy jó masszív fél óra, amikor itt fönt a nagy teremben ülünk le a gyerekekkel körbe, és nagyon sok témáról, korosztályosan, értelemszerűen most, ami a második osztályosoknak fontos lett, egy csomó dologról beszélgetünk. Így például arról, hogy melyik oldalon kell menni a gyerekeknek a járdán, mire kell odafigyelni, ha bicikliznek, és miért kell bekötni a biztonsági övet az autóban. Elindul az autó, összevisszakanyarod, mert nagyon csúszós az út, tudjátok most már itt a tél. Összevisszakanyarod az autó, aztán utána ütközlek egyet, és így leesett az autóról. Mert leesett az ülésről, és lehet, hogy meg is ütötte magát. Na, de mi van, hogyha Bence szófogadó? Akkor beköti magát, fogja magát, ügyesen beköti magát, hát nekem most nincs itt biztonsági öröm, de ez a gyakkendőr szerintem megteszi. Ugyanúgy megyünk tovább, Bence bennül, az apukája még mindig vezet, még mindig ősz van, lehet, hogy csúszkál az autó, össze-vissza megy, aztán mi történik? Nem esik ki. De ez a legfontosabb, és látjátok, nem is felmúltam az óra, hogy beütöttem volna. A nyílt napok célja, hogy olyan információkat adjanak át a gyerekeknek, amik a rohanó világban sokszor elsikkadnak. Emellett pedig szeretnék elérni, hogy bízzanak a rendőrökben. A motivációt sokféleképpen tanítják, hogy ezt hogyan lehet ügyesen megvalósítani. Az egyik legkatasztrofálisabb elképzelés, ami az lehet, hogy azért kell bekötni magad kisfiam, mert hogyha nem, akkor megbüntet a rendőrbácsi. És itt bizony demonstrálni szoktam a gyerekeknek, hogy nem azért kell bekötni magukat, mert megbünteti őket a rendőrbácsi, hanem azért kell bekötni magukat, mert egyébként megsérülhetnek, és akkor, hogyha ezt elég ügyesen csinálom, akkor a végén el is hiszik nekem, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Aztán van még egy-két olyan dolog, amikor mert a rendőrbácsi gonosz, mert a rendőrbácsi büntet, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy ki az, aki már volt, előfordult vele, mondjuk, hogy nem rakott rendet a szobájába, pedig az anyukája megkérte, és akkor jelentkezik 10 gyerek. Ki az, aki másodjára sem tette meg ezt, meg harmadjára, és akkor úgy folyamatosan egyébként egyre többen belelendülnek, és mondom, ki az, akinek a végén azt mondták, hogy akkor ma este nincs tévé, vagy nem lehet számítógépezni, vagy nincs csoki. És akkor általában az egész csoport bejelentkezik. És hát elmondom, hogy így működik ez a felnőtteknél is. Tehát ők sem fogadnak mindig szót azoknak a szabályoknak, amiket kitalálunk. Nem mi, hanem a jogalkotó. De hát a rendőrség internet megvonással és tévénézés kihagyásával nem büntethet, hanem egészen más módszereket kell alkalmazni, és a gyerekek elég okosak, és ők ezt nagyon-nagyon-nagyon jól átlátják szerintem. És én úgy gondolom, hogy minden egyes alkalom, amikor itt leülünk 10-20-50, most jelenleg 2 nap alatt 100 gyerekkel beszélgetni, akkor nekem lesz 100 darab mini baleset megelőzési előadóm, mert én megkérem őket rá kifejezetten, akik hazamennek, és arra fogják kapacitálni a szülőket, hogy igenis kössék be a biztonsági övet, igenis zárják be az ajtót, és igenis ne hagyják a jobb első ülésen a táskájukat, ugyanis ezt mi mindet átbeszéljük, mindet eljátsszuk, egy picit színészkedünk, egy picit okoskodunk, és ezek a gyerekek remélem, hogy segíteni fognak nekünk. Nagy sikere volt a Trafipax mérésnek. Minden gyerek oklevélen vihette haza az eredményét, ahogyan az új lenyomatát is, amit az előállító helységben vettek le tőlük. De a rendőrségi rohamsisakok is jól álltak a diákoknak. A kapitány reméli, hogy a nap során számos olyan rendőrséggel kapcsolatos téveszmét is sikerült eloszlatni, amit a televízióban futó krimi sorozatokban láttak.